Thank you.
Kevés időt tudtam veletek tölteni, ezért még eljövök hozzátok, mondta 2 évvel ezelőtt Szentatya Ferenc pápa, aki az eucharisztikus kongresszus alkalmával annak záró miséjét celebrálta itt Budapesten a Hősök terén. Most pedig azt nyilatkozta, elmegyek Budapestre, elmegyek a szeretett magyarokhoz, hogy átölelhessem őket. Ebben a 3 napban ezt az ölelést érezhettük. Ölelést felénk, papok felé, ölelést a betegek és a szegények felé, ölelést az üldözöttek és otthonaikat elhagyott menekültek felé, de ölelést minden testvérünk felé, aki érdeklődéssel, szeretettel közeledik a Szentatya felé. Legyen hívő ember, aki benne Krisztus földi helytartóját látja. Legyen a hittől talán távolabb élő ember, aki egy olyan valakit lát benne, aki úgy jött közénk, hogy szeretné Krisztus szeretetét, a békét és a reményt meghirdetni számunkra. Ezek a napok, ezek a pillanatok egészen biztos, hogy mindannyiunknak a szívébe belevésődnek. És nagyon fontos dolog, hogy mindez azután tovább éljen bennünk. Újra és újra felszítsuk azokat a gondolatokat, szavakat, üzeneteket, amelyeket nekünk mondott a Szentatya. Amikor tegnap a fiatalokkal találkozott az arénában, buzdította és erősítette őket. Érezzétek és lássátok, Krisztus a mi reményünk, ő közöttünk van, ő él, és ti hozzátartoztok. Ezzel a szeretettel fogadjuk őt, és a Szentmisében Urunkat, Jézus Krisztust.
Atyus et Filii, Spiritus Sancti. Pax vobis. Fratres, agnoscamus peccata nostra, ut aptissimus ad sacra mysteria celebrant. Confiteor Dei Omnipotente, et vobis fratres, quia peccavi nimi, cogitatione, verbo, opere, omissione, mea culpa, mea vocabula. Ideo precor beata, Maria, semper virgine, omnes angelos et santos, et vos fratres, orare pro me, ad Dominum Deum nostrum. Miseratur nostri, omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam.
Oremos. Omnipotens eterna Deus, deduc nos a societatem celestium gaudiorum, ut eo perveniat humilitas regis, quo processis fortitudo pastoris. Per Dominum nostrum, Iesum Christum, Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Olvasmány az apostolok cselekedeteiből. Pünkösd napján Péter a 11 apostol kíséretében előlépett, és hangos szóval így beszélt. Tudja meg Izrael egész háza teljes bizonyossággal, hogy Isten azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek, Úrrá és Messiássá tette. E szavak hallatára fájdalom járta át a szívüket, és megkérdezték Pétert, meg a többi apostolt. Mit tegyünk hát, emberek, testvérek? Péter azt felelte, tartsatok bűnbánatot, és keresztelkedjék meg mindegyiktek Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára. Akkor elnyeritek a Szentlélek ajándékát. Az ígéret ugyanis nektek és gyermekeiteknek is szól, és mindazoknak, akik távol vannak ugyan, de a mi Úrunk Istenünk hívja őket. Még más szavakkal is biztatta és buzdította őket. Engedjétek, hogy kimentsünk benneteket ebből a romlott nemzedékből. Erre azok, akik hajlottak szavára, megkeresztelkedtek. Aznap mintegy 3000 lélek tért meg. Ez az Isten igéje. Thank you.
Szent Lecke, Szent Péter apostol első leveléből. Szeretteim, ha jót teszitek és türelmesen szenvedtek, az kedves az Isten előtt. Hiszen erre kaptatok meghívást, mert Krisztus is szenvedett értünk, példát hagyva nektek, hogy a nyomában járjatok. Bűnt nem követett el, s hamisság nem volt a szájában. Amikor szidalmazták, nem viszonozta a szidalmat. Amikor szenvedett, nem fenyegetőzött, hanem rábízta magát az igazságos bíróra. Vétkeinket saját testében fölvitte a keresztfára, hogy meghalljunk a bűnöknek és az igazságnak éljünk. Az ő sebei szereztek számotokra gyógyulást. Olyanok voltatok ugyanis, mint a tévelygő juhok, de most megtértetek lelketek pásztorához és oltalmazójához. Ez az Isten igéje. Istenem. Az Úr legyen veletek. És a teremben. Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben így szólt Jézus. Bizony-bizony mondom nektek, aki nem a kapun megy be a juhok aklába, hanem máshol, az tolvaj és rabló. Aki viszont az ajtón megy be, az a juhok pásztora. Az őr ajtót nyit neki, a juhok pedig hallgatnak szavára. Nevükön szólítja juhait, és kivezeti őket. Miután mind kivezette, előttük halad, és a juhok követik, mert ismerik a hangját. Az idegent nem követik, sőt elfutnak tőle, mert az idegen hangját nem ismerik. Jézus ezt a hasonlatot mondta nekik, de ők nem értették meg, hogy miről beszél. Jézus ezért így folytatta. Bizony-bizony mondom nektek, én vagyok az ajtó a juhok számára. Akik előttem jöttek, azok tolvajok és rablók. Nem is hallgattak rájuk a juhok. Én vagyok az ajtó. Aki rajtam keresztül megy be,
az üdvözül, ki és bejár, s legelőre talál. A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, őjön és pusztítson. Én azért jöttem, hogy életük legyen, és bőségben legyen. Ezek az evangélium igéi. Le ultime parole che Gesù pronuncia nel Vangelo che abbiamo ascoltato riassumono il senso della sua missione. Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Questo fa un bravo pastore, dona la vita per le sue pecore. Così Gesù, come un pastore che va in cerca del suo gregge, è venuto a cercarci mentre eravamo perduti. Come un pastore è venuto a strapparci dalla morte, come un pastore che conosce una per una le sue pecore e le ama con infinita tenerezza, ci ha fatti entrare nell'ovile del Padre, facendoci diventare i suoi figli. S végén elhangzó szavai összefoglalják küldetésének lényegét. Én ezért jöttem, hogy életük legyen, és bőségben legyen. Így tesz a jó pásztor, életét adja juhaiért. Jézus tehát, mint egy pásztor, aki a nyáját keresi, azért jött, hogy megkeressen minket, amikor elveszettek voltunk. Eljött, mint pásztor, hogy kiragadjon minket a halálból. Mint egy olyan pásztor, aki ismeri, és végtelen gyengétséggel szereti juhait, aki az atya nyájába vezetett, és az ő gyermekeivé tett minket. Contempliamo allora l'immagine del buon pastore e soffermiamoci su due azioni che, secondo il Vangelo, egli compie per le sue pecore. Dapprima le chiama, poi le conduce fuori. Anzitutto chiama le sue pecore. All'inizio della nostra storia di salvezza non ci siamo noi con i nostri meriti, le nostre capacità, le nostre strutture. All'origine c'è la chiamata di Dio, il suo desiderio di raggiungerci, la sua sollecitudine verso ciascuno di noi, l'abbondanza della sua misericordia che vuole salvarci dal peccato e dalla morte, per donarci la vita in abbondanza e la gioia senza fine. Gesù è venuto come buon pastore dell'umanità per chiamarci e riportarci a casa. Allora noi, facendo memoria grata, possiamo ricordare il suo amore per noi che eravamo lontani da lui. Sì, mentre noi tutti eravamo sperduti come un gregge e ognuno di noi seguiva la sua strada, lui si è addossato le nostre iniquità e si è caricato delle nostre colpe, riportandoci nel cuore del Padre. Szemléljük hát a jó pásztor képét, és időzünk el két cselekedeténél, amelyeket az evangélium szerint a juhaiért tesz. Először nevükön szólítja, majd pedig kivezeti őket. Először is nevükön szólítja a juhait. Üdvösségünk történetének kezdetén nem mi állunk, nem a mi érdemeink, képességeink, eszközeink. A kiinduló pont Isten hívása, az ő vágyakozása utánunk, hogy elérjen minket,
az ő értünk érzett aggodalma, az ő irgalmának bősége, amelyel meg akar menteni a halálból és a bűntől, hogy életet adjon bőségben és vég nélküli örömöt. Jézus az emberiség jó pásztoraként jött, hogy nevünkön szólítson és hazavezessen minket. Ezért mi hálatelt szívvel emlékezhetünk meg az ő szeretetéről, amit már akkor tanúsított irántunk, amikor még távol voltunk tőle. Igen, miközben mi mindnyájan, mint a juhok tévelyektünk, és ki-ki a maga útjára tért, ő magára vette gyarlóságainkat, és maga hordozta vétkeink terhét, hogy visszavigye minket az Atya szívéhez. Così abbiamo ascoltato l'Apostolo Paolo nella seconda lettura. Eravate erranti come pecore, ma ora siete ricondotti al Pastore e custode delle vostre anime. E ancora oggi, in ogni situazione della vita, in ciò che portiamo nel cuore, nei nostri smarrimenti, nelle nostre paure, nel senso di sconfitta che a volte ci assale, nella prigione della tristezza che rischia di ingabbiarci, Egli ci chiama. Viene come buon pastore e ci chiama per nome, per dirci quanto siamo preziosi ai suoi occhi, per curare le nostre ferite e prendere su di sé le nostre debolezze, per raccoglierci in unità nel suo vile e renderci familiari con il Padre e tra di noi. Így hallottuk Péter apostoltól a Szent Leckében, olyanok voltatok ugyanis, mint a tévelygő juhok, de most megtértetek lelketek pásztorához és oltalmazójához. És még ma is, minden élethelyzetünkben, mindabban, ami a szívünket nyomja, a veszteségeinkben, a félelmeinkben, a vereség időnként ránk törő érzésében, a szomorúság börtönében, ami azzal fenyeget, hogy elveszi a szabadságunkat, ő hív minket. Jó pásztorként jön, és nevünkön szólít minket, hogy elmondja, az ő szemében milyen értékesek vagyunk. Jön, hogy meggyógyítsa a sebeinket, és magára vegye gyengeségeinket, hogy az ő nyájában egységre hívja minket, és megismerjük az Atyát és egymást. Fratelli e sorelle, mentre siamo qui questa mattina sentiamo la gioia di essere il popolo santo di Dio. Tutti noi nasciamo dalla sua chiamata. È Lui che ci ha convocati e per questo siamo suo popolo, suo gregge, sua chiesa. Ci ha radunati qui affinché, pur essendo tra noi diversi e appartenendo a comunità differenti, la grandezza del suo amore ci riunisca tutti in un unico abbraccio. È bello trovarci insieme, i vescovi, i sacerdoti, i religiosi, i fedeli laici, ed è bello condividere questa gioia insieme alle delegazioni ecumeniche, ai capi della comunità ebraica, ai rappresentanti delle istituzioni civili e del corpo diplomatico. Questa è cattolicità, tutti noi, chiamati per nome dal Buon Pastore, siamo chiamati ad accogliere e diffondere il suo amore, a rendere il suo ovile inclusivo e mai un ovile escludente. E perciò siamo tutti chiamati a coltivare relazioni di fraternità, di collaborazione, senza dividerci tra noi, senza considerare la nostra comunità come un ambiente riservato, senza farsi prendere dalla preoccupazione di difendere ciascuno il proprio spazio, ma aprendoci all'amore vicendevole. Testvérek, ahogy ma reggel itt vagyunk, érezzük meg annak örömét, hogy Isten szent népe vagyunk. Mindannyian az ő meghívásából születtünk, ő gyűjtött egybe minket, és ezért vagyunk az ő népe, az ő nyája, az ő egyháza. Ezért hívott itt egybe minket, különbözünk bár egymástól, és tartozunk bár különböző közösségekhez,
hogy szeretetének nagysága mégis egyetlen ölelésben egyesítsen minket. Olyan szép, ahogy most együtt vagyunk, püspökök és papok, szerzetesek és világi hívek. Olyan jó, hogy ezt az örömöt más keresztény felekezetek küldötteivel, a zsidó közösség vezetőivel, a civil szervezetek képviselőivel és a diplomáciai testülettel is megoszthatjuk. Ez a katolicitás. Mindannyiunkat, keresztényeket, akiket a jó pásztor név szerint szólított meg, arra hívott, hogy szeretetét befogadjuk és továbbadjuk, hogy az ő nyáját befogadóvá tegyük, és sohasem kirekesztővé. És ezért mindannyian arra kaptunk meghívást, hogy ápoljuk a testvériség és az együttműködés kötelékeit megoszlás nélkül, anélkül, hogy közösségünket saját tulajdonunknak tekintenénk, anélkül, hogy elmerülnénk a saját területünk védelme fölötti aggodásban, hanem megnyílva a kölcsönös szeretet előtt. Dopo aver chiamato le pecore, il pastore le conduce fuori. Prima le ha fatte entrare nell'ovile chiamandole, ora li spinge fuori. Prima venivano radunati nella famiglia di Dio per essere costituiti il suo popolo, poi però siano inviati nel mondo affinché con coraggio e senza paura diventiamo annunciatori della nuova notizia, testimoni dell'amore che ci ha rigenerati. Questo movimento, doppio movimento, entrare e uscire, possiamo coglierlo da un'altra immagine che Gesù usa, quella della porta. Egli dice, io sono la porta, se uno entra attraverso di me, sarà salvato, entrerà e uscirà e troverà pascolo. Riascoltiamo bene questo, entrerà e uscirà. Da una parte Gesù è la porta che si è spalancata per farci entrare nella comunione del Padre e sperimentare la sua misericordia. Ma, come tutti sanno, una porta serve oltre che per entrare, anche per uscire dal luogo in cui si trova. E allora, dopo averci ricondotti nell'abbraccio di Dio, nell'ovile della Chiesa, Gesù è la porta che ci fa uscire verso il mondo. Egli ci spinge ad andare incontro ai fratelli, ricordiamolo bene tutti, tutti, nessuno escluso, siamo chiamati a questo, a uscire dalle nostre comodità e ad avere il coraggio di raggiungere ogni periferia che ha bisogno della luce del Vangelo. Miután a pásztor nevén szólította juhait, kivezeti őket. Először a nyájba tereli őket a meghívás által, most pedig kivezeti őket. Isten először az ő családjába gyűjt össze minket, hogy az ő népévé váljunk, majd pedig elküld a világba, hogy bátran és félelem nélkül az örömhír hirdetőivé, a minket megújító szeretet tanúivá váljunk. Ezt a mozgást belépni és kilépni egy másik Jézus által használt képpel is megragadhatjuk, mégpedig a kapu képével. Ő azt mondja, én vagyok a kapu, aki rajtam keresztül megy be, üdvözül, ki bejár és legelőt talál. Hallgassuk meg újra figyelmesen, bemegy és kijön. Jézus a kapu, amely szélesre tárult, hogy beléphessünk az Atya közösségébe, és megtapasztalhassuk irgalmát. De mint köztudott, a nyitott kapu nem csak arra szolgál, hogy belépjünk valahová, hanem arra is, hogy elhagyjuk azt a helyet, ahol vagyunk. Így hát, miután visszavezetett minket Isten karjai közé és az egyház közösségébe, Jézus az a kapu, amely a világba irányít minket. Arra buzdít, hogy menjünk ki és találkozunk testvéreinkkel. Ezt jegyezzük meg jól mindannyian. Senkit sem kizárva ebből a mindannyianból. Erre kaptunk meghívást,
hogy kilépjünk a komfortzónánkból, és legyen bennünk bátorság eljutni az összes perifériára, ahol szükség van az evangélium világosságára. Fratelli e sorelle, essere in uscita significa per ciascuno di noi diventare come Gesù una porta aperta. È triste e fa male vedere porte chiuse. Le porte chiuse del nostro egoismo verso chi ci cammina accanto ogni giorno, le porte chiuse del nostro individualismo in una società che rischia di atrofizzarsi nella solitudine, le porte chiuse della nostra indifferenza nei confronti di chi è nella sofferenza e nella povertà, le porte chiuse verso chi è straniero, diverso, migrante, povero, e perfino le porte chiuse delle nostre comunità ecclesiali, chiuse tra di noi, chiuse verso il mondo, chiuse verso chi non è in regola, chiuse verso chi anela al perdono di Dio. Fratelli e sorelle, per favore, apriamo le porte. Cerchiamo di essere anche noi, con le parole, i gesti, l'attività quotidiana, come Gesù, una porta aperta, una porta che non viene mai sbattuta in faccia a nessuno, una porta che permette a tutti di entrare a sperimentare la bellezza dell'amore e del perdono del Signore. Testvérek, a kifelé lét azt jelenti, hogy Jézushoz hasonlóan mindannyian nyitott kapukká válunk. Szomorú és fájdalmas zárt kapukat látni. Önzésünk zárt kapuit azok előtt, akikkel nap mint nap elmegyünk egymás mellett. Individualizmusunk zárt kapuit egy olyan társadalomban, amely sokakat azzal fenyeget, hogy elsorvasztja őket a magány. A szenvedők és a szegénységben élők iránti közönyünk zárt kapuit. A zárt kapukat azokkal szemben, akik idegenek, mások, menekültek, szegények. Végül pedig egyházi közösségeink zárt kapuit, bezárkozva magunk közé, bezárkozva a világ előtt, bezárkozva azok előtt, akik nincsenek rendben, bezárkozva azok előtt, akik Isten bocsánatára vágynak. Kedves testvéreim, kérlek benneteket, nyissuk ki a kapukat. Próbáljunk mi is szavakkal, gesztusokkal, hétköznapi tettekkel olyanok lenni, mint Jézus. Nyitott kapuk, olyan kapuk, amelyeket senki előtt nem csapnak be, olyan kapuk, amelyeken mindenki beléphet, és megtapasztalhatja az Úr szeretetének és megbocsátásának szépségét. Ripeto questo soprattutto a me stesso, ai fratelli vescovi, ai sacerdoti, a noi pastori. Perché il pastore, dice Gesù, non è un brigante o un ladro, non approfitta, cioè, del suo ruolo, non opprime il gregge che gli è affidato, non ruba lo spazio ai fratelli laici, non esercita un'autorità rigida. Fratelli, incoraggiamoci ad essere porte sempre più aperte, facilitatori, questa è la parola, facilitatori della grazia di Dio, esperti in vicinanza, disposti a offrire la vita, così come Gesù Cristo, il nostro Signore e il nostro tutto, ci insegna a braccia aperte dalla cattedra della croce e ci mostra ogni volta sull'altare, pane vivo spezzato per noi. Lo dico anche ai fratelli e alle sorelle laici, ai catechisti, agli operatori pastorali, a chi ha responsabilità politiche e sociali, a coloro che semplicemente portano avanti la loro vita quotidiana, talvolta con fatica. Siate porte aperte, siate porte aperte.
Lasciamo entrare nel cuore il Signore della vita, la sua parola che consola e guarisce, per noi uscire poi e essere noi stessi porte aperte della società. Essere aperti e inclusivi gli uni verso gli altri per aiutare l'Ungheria a crescere nella fraternità via della pace. Ezt különösen magamnak, illetve püspök és pap testvéreinek ismétlem, nekünk pásztoroknak. Mert a pásztor, mondja Jézus, nem rabló és nem tolvaj, vagyis nem él vissza a szerepével, nem nyomja el a rábízott nyájat, nem lopja el a teret laikus testvéreitől, nem gyakorol merev tekintélyt. Testvérek, bátorítsuk magunkat, hogy egyre inkább nyitott kapuk legyünk, Isten kegyelmének segítői, szakértői a közelségnek, akik készek felajánlani az életüket, ahogyan Jézus Krisztus, a mi Urunk és mindenünk, aki kitárt karokkal tanít minket a kereszt trónusáról, és napról napra megmutatja nekünk az értünk megtört élő kenyeret az oltáron. És mondom ezt a laikus testvéreknek, a katékétáknak, a lelkipásztori munkatársaknak, a politikai és társadalmi felelősséget viselőknek, és azoknak is, akik egyszerűen csak élik, néha nehézségek árán a mindennapi életüket. Legyetek nyitott kapuk! Legyetek nyitott kapuk! Engedjük be szívünkbe az élet urát, az ő igéjét, aki vigasztal és gyógyít, utána pedig lépjünk ki, és váljunk mi magunk is nyitott kapukká a társadalomban. Legyünk nyitottak és befogadóak egymás felé, hogy segítsük Magyarországot, a testvériség és a béke útján növekedni. Carissimi, Gesù buon pastore ci chiama per nome e si prende cura di noi con infinita tenerezza. Egli è la porta e chi entra attraverso di lui ha la vita eterna. Egli dunque è il nostro futuro, un futuro di vita in abbondanza. Perciò non scoraggiamoci mai, non lasciamoci mai rubare la gioia e la pace che Lui ci ha donato. Non chiudiamoci nei problemi e nell'apatia. Lasciamoci accompagnare dal nostro pastore. Con Lui la nostra vita, le nostre famiglie, le nostre comunità cristiane e l'Ungheria tutta risplendano di vita nuova. Szeretteim, Jézus a jó pásztor nevünkön szólít minket, és végtelen gyengétséggel gondoskodik rólunk. Ő a kapu, és aki ő rajta keresztül lép be, annak örök élete van. Ő a mi jövőnk, a bőséges élet jövője. Ezért soha ne csüggedjünk el, soha ne engedjük, hogy megfosszanak minket attól az örömtől és békességtől, amit ő adott nekünk. Ne zárkozunk be a problémákba, vagy a közönyvösségbe. Hagyjuk, hogy a mi pásztorunk kísérjen minket. Vele az új élet fényében ragyogjon az életünk, a családjaink, keresztény közösségeink és egész Magyarország.
Ísek. Fratres et sorores, verbum Christi, boni pastori et hosti ovium, quod fideliter audivimus, prex nostrum suit, quam ad dominum messis fili de Christus. Für unseren Papst Franziskus, die Bischöfe und Priester. Mögen Sie mit der Großherzigkeit Christi, des guten Hirten, über die Kirche wachen. За мир у світі, нехай можновладці і всі ті, хто має громадянську відповідальність, прагнутимуть справжнього блага, щоб усі народи могли жити у злагоді. Hallgass meg, Urunk! Kérünk, hallgass meg! Imádkozzunk magyar hazánkért, hogy a feltámadott megváltó öröme adjon nekünk megújulást és jövőbe vetett reménységet. Hallgass meg, Urunk! Pentru unitatea creștinilor, ca toți fiii tăi să găsească calea spre comuniunea perfectă cu tine și între ei, pentru ca să fie o singură turmă și un singur păstor. Hallgass meg, Urunk! Za kršćanske obitelji, neka se temelje na tvojoj vjernosti i tvojoj ljubavi. I neka se u srcima mladih budi želja za žrtvovanjem vlastitoga života za druge. Hallgass meg, Urunk! Kérünk, hallgass meg! Za povolanih, za svatjanjemu životu, aby mali od teba silu prijat, a zachovat milost tvojho volanja. Hallgass meg, Urunk! Kérünk, hallgass meg! Za naše pokojne sestre in brate, vodi jih v slavo vstajenja, da bodo živeli v večni radosti. Hallgass meg, Urunk! Dominus Deus noster, presta de precantibus tuis, ut qui filium tuum, pastorem et agnum sequimur, e mandatis tui perseveremus sinceri, per Christum Dominum nostrum.
Oremus. Gracem tuum, pastor bone, placatus intende, et oves, quod precioso fili tui sanguine redimisti, in eternis pastus collocare digneris. Per Christum Dominum nostrum. Szentséges Atya, hálás köszönetet mondunk azért, hogy apostoli látogatásra eljött hozzánk. Amikor Péteri szolgálata elején arról beszélt, hogy az egyháznak el kell mennie a perifériákra, a szívünkből szólt. Akkor püspöki karunk jegyzőkönyvben állapította meg, hogy mi, magyar katolikus közösség, mint sokan mások is, periféria vagyunk. Évszázadokig a városunkat átfelő Duna a római birodalom határa volt. Később a frank birodalom is eddig terjesztette ki a befolyását. Az oszmán-török birodalom északi határvidéke voltunk itt, Európa szívében. A nyugati kereszténységnek is 1000 éve a keleti határán élünk. Köszönjük, Szent Atya, hogy eljött hozzánk, olyan néphez, akinek a nyelvéhez még hasonlót is nehéz találni az egész világon. Olyan néphez, amely 1000 éve szeretettel ragaszkodik a nyugati kereszténységhez, amelyről sokszor úgy érezte, hogy megfeledkezett róla. Köszönjük, hogy eljött meglátogatni a szegényeket és a menekülteket. Azokat a menekülteket, akik innen a szomszédból, Ukrajnából érkeztek. Köszönjük, hogy meglátogatta a szegényeket, a beteg gyermekeket, a fiatalokat, akik a legnagyobb kihívást és a legnagyobb lehetőséget jelentik egyházunk számára. Köszönjük, hogy elhozta az irgalmasság és a gyöngéd szeretet örömhírét. A Duna mentén élő népek megtanulták, hogy a nagy folyó nem csak határ, hanem ha bölcs hozzáértéssel hidakat építünk, akkor össze is köti a népeket északon és délen, keleten és nyugaton. Ennek példája számunkra első keresztény királyunk Szent István, akit ma a katolikus és az ortodox egyház egyaránt szentként tisztel, hiszen olyan időben hirdette Krisztust, amikor még teljes volt az egység kelet és nyugat egyházai között. Köszönjük, Szent Atya, hogy elhozta hozzánk a dialógus és a béke üzenetét, amely ma különösen is időszerű. Isten bőséges áldását kérjük szentségedre, személyére és szolgálatára, kérjük, adja ránk apostoli áldását. Ringrazio il Cardinale Ardò per le sue parole. Saluto la Signora Presidente, il Primo Ministro e le autorità presenti. Ormai prossimo a rientrare a Roma, desidero esprimere la riconoscenza a loro, ai fratelli vescovi, sacerdoti,
ai consacrati, a tutto l'amato popolo ungherese, per l'accoglienza, per l'affetto che ho provato in questi giorni. Ed esprimo gratitudine a chi è giunto qui da lontano, a chi ha tanto e tanto bene lavorato per questa visita. A tutti dico grazie, Dio vi ricompensi. Un ricordo speciale per gli ammalati, per gli anziani, per chi non ha potuto essere qui, per chi si sente solo e per chi ha smarrito la fede in Dio e la speranza nella vita. Vi sono vicino, prego per voi e vi benedico. Köszönöm erdőbíboros úr szavait, köszöntöm köztársasági elnökasszonyt, miniszterelnök urat és a társadalmi élet jelenlévő képviselőit. Mivel hamarosan visszatérek Rómába, szeretném kifejezni hálámat püspök testvéreim, a lelkipásztorok, a szerzetesek és a szerzetesnők és az egész szeretett magyar nép felé azért a fogadtatásért és szeretetért, amelyet ezekben a napokban megtapasztaltam. És kifejezem hálámat azoknak, akik messziről jöttek ide, és azoknak, akik oly sokat dolgoztak ezért a látogatásért. Mindannyiótoknak mondom, köszönöm, Isten fizesse! Külön is szeretnék megemlékezni a betegekről és az idősekről, azokról, akik nem tudtak itt lenni, azokról, akik egyedül érzik magukat, és azokról, akik elvesztették az Istenbe vetett hitüket és az életbe vetett reményüket. Közel vagytok hozzám, imádkozom értetek, és megáldalak benneteket. Saluto i diplomatici e i fratelli e le sorelle di altre confessioni cristiane. Grazie per la vostra presenza e grazie perché in questo paese confessioni e religioni diverse si incontrano, si sostengono a vicenda. Il Cardinale Erdo ha detto che qui si vive al confine orientale della cristianità occidentale da 1000 anni. È bello che i confini non rappresentano frontiere che separano ma zone di contatto e che i credenti in Cristo mettano al primo posto la carità che unisce e non le differenze storiche, culturali e religiose che dividono. C'è comune il Vangelo ed è tornando lì alle sorgenti che il cammino tra i cristiani proseguirà secondo la volontà di Gesù, buon pastore che ci vuole uniti in un solo gregge. Köszöntöm a diplomatákat és a más keresztény felekezetekhez tartozó testvéreket. Köszönetet mondok jelenlétetekért és azért, hogy ebben az országban a különböző felekezetek és vallások kapcsolatban vannak egymással, és kölcsönösen támogatják egymást. Erdő Bíboros úr azt mondta, hogy a nyugati kereszténység keleti határán élünk 1000 éve. Olyan szép, hogy a határok nem elválasztó vonalakat jelentenek, hanem kapcsolódási pontokat. És hogy a Krisztusban hívők azt a szeretetet helyezik előtérbe, ami egymással összeköt, és nem a történelmi, kulturális és vallási különbségeket, amelyek elválasztanak egymástól. Az evangélium egyesít bennünket, és azáltal, hogy visszatérünk a forráshoz, a keresztények útja Jézus, a jó pásztor akarata szerint folytatódik, akinek az a szándéka, hogy egy nyájba egyesüljünk.
Ci rivolgiamo ora alla Madonna, a lei, Magna Domina Hungarorum, che invocate come regina e patrona, affido tutti gli ungheresi. E da questa grande città e da questo nobile paese vorrei riporre nel suo cuore la fede e il futuro dell'intero continente europeo, a cui ho pensato in questi giorni, in modo particolare la causa della pace. Santa Vergine guarda i popoli che più soffrono, guarda soprattutto al vicino e martoriato popolo ucraino e al popolo russo, a te consacrati. Tu sei la regina della pace. Infondi nei cuori degli uomini e dei responsabili delle nazioni il desiderio di costruire la pace, di dare alle giovani generazioni un futuro di speranza, non di guerra, un avvenire pieno di culle, non di tombe, un mondo di fratelli, non di muri. Forduljunk most a szűzanyához, őre bízok minden magyart, a magyarok nagyasszonyára, akit királynőként és pátronaként hívtok segítségül. És innen, egy nagyszerű városból és egy nemes országból az ő szívére szeretném bízni az európai kontinens hitét és jövőjét, amelyre a napokban sokat gondoltam, különösképpen a béke ügyét. Szent Szűz, tekints a különösen sokat szenvedő népekre. Tekints különösen a szomszédos, meggyötört ukrán és az orosz népre, neked szentelt népeidre. Te, aki a béke királynője vagy, öntsd az emberek és a népek vezetőinek szívébe a vágyat, hogy a békét építsék, hogy a következő nemzedékeknek a remény jövőjét nyújtsák, ne a háborút. Egy bölcsökkel és nem sírokkal teli jövőt, egy testvérekkel és nem falakkal teli világot. E noi guardiamo a te, Santa Madre di Dio. Dopo la risurrezione di Gesù hai accompagnato i primi passi della comunità cristiana, rendendola perseverante e concorde nella preghiera. Così hai tenuto insieme i credenti, custodendo l'unità con il tuo esempio, docile e servizievole. Ti preghiamo per la Chiesa in Europa, perché ritrovi la forza della preghiera, perché riscopra in te l'umiltà e l'obbedienza, l'ardore della testimonianza e la bellezza dell'annunzio. E a te affidiamo questa Chiesa e questo Paese. Tu che hai esultato per il tuo Figlio risorto, riempi i nostri cuori della sua gioia. Cari fratelli e sorelle, questo vi auguro di diffondere la gioia di Cristo. Isten Eltensen, grato per questi giorni, vi porto nel cuore e vi chiedo di pregare per me. Isten ad meg a magyart. Reát tekintünk Istennek, Szent Anyja. Jézus feltámadása után te kísérted a keresztény közösség első lépéseit, az imádságban egységessé és álhatatossá téve őket. Így tartottad össze a hívőket, engedelmes és segítő példáddal őrizve az egységet. Hozzád imádkozunk az egyházért Európában, hogy újra megtalálja az imádság erejét, hogy újra felfedezze a te alázatodat és engedelmességedet. A tanúságtétel lelkesedését és az ige hirdetés szépségét. Reád bízunk ezt az egyházat és ezt az országot. Te, aki fiat feltámadásának örvendeztél, töltsd el szívünket az ő örömével. Kedves testvéreim, azt kívánom nektek, hogy Krisztus örömét terjesszétek. Isten éltessen titeket, és hálás vagyok nektek ezekért a napokért, a szívemben hordozlak benneteket,
és kérlek, hogy imádkozzatok értem. Isten, áld meg a magyart! Virgo Maria, alleluia. Via surrexit Dominus Deo, alleluia. Deus, qui per resurrezione fili tui Domini nostri Gesù Cristi, mundum letificare ignatus est, presta quesumus, ut per eius genitrice Virgine Maria, perpetue capiamus gaudia vite, per Christum Dominum nostrum. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis, Domine. Requiescant in pace. Dominus vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Menjetek békében.